Hajnóci Soma, ki igazán különleges a számunkra, legutóbb a tavalyi vírus Best of-on volt a vendégünk, és egy igazi bűvész világbajnokot köszönhetünk benne a színpadon. 2000-ben kezdett el versenyezni, azt követő 10 évben több mint 30 nemzetközi elismerést és díjat csöpört be, és hogy a nő fogalmaz, és ahogy láthatjátok kiírva is, semmi sem lehetetlen, úgyhogy mindjárt meglátjuk, hogy Soma mit ért ez alatt. Fogadjátok őt sok szeretettel a színpadon, Hajnóci Soma. Semmi sem lehetetlen, és ezt nem azért mondom, mert bűvész vagyok. Sziasztok, Hajnóci Soma vagyok, bűvész világbajnok. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy hogy lesz valakivel bűvész, amit arra is nagyon sokan kíváncsiak, hogy emlékszem az első trükkömre, amit valaha láttam. Én a mai napig emlékszem az első trükkömre, amit életemben láttam, de aminél sokkal fontosabb, hogy az is kristálytisztán megmaradt bennem, hogy mit éreztem a trükk megtekintése után. Rohadtul idegesített az, hogy nem tudtam, hogy hogy van az, amit láttam. Ezért tanultam meg az első bűvész trükkömet. Ezt követte a második, majd a harmadik. És minél több trükknek a megoldását tudtam, annál jobban érdekelt az összes többié is. Így lesz valakiből bűvész. Bocsánat. Bocsánat, elő. Na, szóval, picit még izgulok, tudjátok, hogy hogy van ez. Na, ma már természetesen egyébként egészen más motivál engem. Számomra az a legfontosabb, hogy az embereket meg tudjam nevetetni, és olyat tudjak nekik mutatni, amit még soha nem láttak. Hogy csodát tudjak nekik mutatni. Szeretnék megkérni mindenkit, hogy tegyétek ki a két kezeteket magatok elé. A szuper. Ott a srác így nagyon unatta levette a barátnőjéről a kezét, és így előre pakolta így maga elé. Így meg lehet mozgatni a hüvelykujjunkat. Nem kell, de nagyon jól csinálod, egyébként szuper a dolog. Nézd, egyik kezedet megfordítod fejjel lefelé, a másik kezedet átteszed az egyik kezen, azt is megfordítod. Látom, néhány embert elvesztettem hátul, semmi gond. És így összekulcsolod az ujjaidat, úgy csak egy picit magasabbra komám, hogyha tudod tartani, nagyon jó. Háromig fogok számolni, szeretnék megkérni mindenkit, hogy csináljátok ugyanazt, amit én csinálok. Egyszer tudom csak mutatni, hogy jól figyeljetek. Mehetünk? Figyelj, egy, kettő, három. Megy? Nem megy? Várjál, mutatom a következőt. Két kezeded előre teszed, összecsapod, szét, össze, és ilyen gyorsuló ütemben kéne ezt csinálni. Ó, köszönöm szépen. Számomra a bűvészet szakma, hobbi és életforma. Az utóbbi 10-15 évben nagyon sok időt, energiát és pénzt tettem a bűvészkedésbe, és emiatt nagyon sokat kaptam vissza tőle, de nem csak szakmailag, hanem emberileg is. Ma 10 olyan dologról szeretnék nektek beszélni, amire engem az életről, az életemről, amire engem a bűvészet tanított meg. Az első. Sokan úgy gondolhatjátok, hogy én szemüveges vagyok, pedig ami rajtam van, az valójában nem egy szemüveg, ez egy üres szemüvegkeret. Ebben valójában nincs üveg. Nekem igazából nincsen szükségem szemüvegre. Valamint azt gondolhatnátok, hogy egy jegyzetből fogom felolvasni az előadásomat, de ez nem így van. Ami a kezemben van, az valójában csak egy üres A4-es papírlap. Nekem igazából nincsen szükségem puskára. Bocsánat. És hogyha megkérdeznétek titeket, hogy milyen üdítőt fogyasztottam, azt mondhatnátok, hogy narancslevet, pedig ebben a pohárban nem narancslé van, hanem egy ilyen sárga textildarab, mert hogy nem minden az, aminek látszik. A második. A bűvészet egy előadó műfaj, és abból is az egyik leginteraktívabb, ami létezik. Ez számomra azért érdekes, mert az emberek nagyon könnyen meg tudják osztani azokat a gondolatokat, érzéseket, amelyeket az én trükkjeim, előadásaim váltanak ki belőlük. Most a bűvésztrükköket köztudottan mindig mindenki le akarja leplezni. Ennél érdekesebb számomra, hogy igazából a legtöbb ember, akinek én bűvésztrükköt mutatok, nem kíváncsi arra, hogy csinálom. A legtöbb barátom megkért rá, hogy ne is mondjam el, hogy mi a trükköknek a megoldása. Azért nem, mert ők szívesebben élik át a csoda illúzióját. Szeretnék megkérni, megkérhetlek, kék felsőben, feljösszínem elném a színpad, egy nagy tapsot szeretnék a hölgynek. Ide csücs le, téged úgy hívnak, hogy szia Tündi, tudod mi a dolgod, a nézőket nézed, mosolyogsz, és ők tapsolnak. Jó, tehát Tündi, egy doboz zsebkendőt odaadom neked, tartsd így nyugodtan. Sírni is fogsz, reméljük, hogy nem fogsz sírni, Tündi. Tündi mellettem, itt a színpadon át fogja élni a csoda illúzióját. Semmi rosszra ne gondolj, jó? Tehát Tündi, figyelj! Fogunk a dobozból egy ilyen zsebkendőt, picit így összegyűröm ilyen pici kis golyócskába. Jó, most figyelj.
Egy, kettő, három, megfogom a zsebkendőt, ráfújsz, és a zsebkendő eltűnt. Tündi mellette most a színpadon átélte a csoda illúzióját. Tündi, figyelj, fogunk még egyszer, feltűröm itt az akkújamat, nehogy azt mondta, hogy ezzel csaltam. Egy pici ilyen golyógyűrünk belőle, nézd. Mehetünk? Egy, kettő, három, fúj rá, és megint eltűnt. Tündi most mellettem megint átélte a csoda illúzióját. Tündi, még egyet, gyere! Még egyet! A biztonság kedvéért, sőt, még egy ilyen szép nagy zsebkendő golyót fogunk itten gyúrni. Ezt nézd! Így megfogom a kezemben. Készen állsz? Készen. Nagyon tetszik neked ez, Tündi. Figyelj, három számolok, fúj rá. Egy, kettő, három. Eltűnt, és most jön a nehéz része. Fúj rá megint, és újra megjelent. Hoppá! Tadám! Várjál, Tündi, még egyszer, jó? Utoljára fúj rá a kezemre, és a kendők, zsebkendők újra eltűntek. Tündi most harmadszor is átélte mellettem a csoda illúzióját. Tündi, egy kis szuvenír neked, köszi a segítséget. Óriási tapsot szeretnék kérni Tündinek. Teljesen mindegy, hogy hétköznapi csodákról, párkapcsolati csodákról, vagy pénzügyi értelemben vett csodákról beszélünk. Az emberek szeretnek hinni ezeknek a csodáknak a létezésében, és szeretik azt is elhinni, hogy ezek a csodák velük is megtörténhetnek. Én a világbajnoki műsorszámomban egy utcai jelenetet viszek a színpadra, és számotokra is ismert hétköznapi tárgyakkal bűvészkedek, mint aktatáskák, mobiltelefonok, pénzek, ilyesmi. Na most ahhoz, hogy valaki az én szakmámban világbajnok legyen, elkerülhetetlen, hogy valami egészen újat mutasson, mind a laik is közönség, mind a szakma számára. Bennem 2007-ben fogant meg az igazi ötlet, azt találtam ki, hogy miután egy újságpapírt kis darabokra összetépek, néhány darabját véletlenül leejtem a színpadra, lehajolok érte, hogy felvegyem őket, a zene lelassul, az idő lelassul, majd az idő megáll, és én megmerevedek 45 fokos szögben a színpadon, mint Michael Jackson. Így képzeltem el, hogy mikor az idő megáll, én így fogok állni. És ezek után a zene elkezdik visszafele játszódni, visszafele pörögni, én felállok, az idő is elkezd visszafele pörögni, a kis papírdarabok visszarepülnek a kezembe, és az újság újra összeáll. Na, a probléma csak az volt azzal, hogy ezt jól kitaláltuk, de igazából fogalma nem volt, hogy ezt így hogy lehet valójában megvalósítani. És hónapok hosszú munkájával a trükknek a különböző részeit kidolgoztuk, de a dolog nem állt össze. Rengetegszer tettük el félkészen a fiókba a dolgot, és rengetegszer vettük elő újra, majd 14 hónap kőkemény munkát és erőfeszítés követően a trükk végre valahára így összeállt. Na most, ez az újságos trükk, ez mindössze 30 másodperc az én több mint 9 perces világbajnoki műsorszámomból. Több mint 9 évre volt nekem ahhoz szükségem, hogy a műsor úgy nézzen ki, mint amivel néhány éve én Pekingben világbajnokságot nyertem. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy erős gondolataink legyenek, hogy alkotni tudjunk velük, és szerintem sok ember ott rontja el a dolgot, hogyha valamit már gondolatban elvetsz, akkor azt valójában se fogod tudni megvalósítani. Nálam túl nagy volt a tét, és nem engedhettem meg, hogy ez velem is megtörténjen. Amit megtanultam az utóbbi években, hogy színpadon mindig történnek olyan dolgok, amikre nem számítasz. Én pár évvel ezelőtt voltam Portugáliában egy gálaműsoron fellépni, ahol 600 ember és 8 darab tévékamera előtt a újságos trükk közben egy-két olyan körülmény miatt, amire sajnos nem volt befolyásom, hát a színpadon hanyatt estem. Vicces? Hát szuper. Nem, de úgy, ahogy mondom, a hátamon feküdtem, a tarkomat is bevertem, tehát nem kell ezt elmondanom nektek, hogy ez egy nagyon kellemetlen élmény volt nekem, és bárkinek az lett volna, szerintem sokan lehet, hogy lesétáltak volna a színpadról, de én nem így döntöttem, felálltam, újságpapírdarabok visszajöttek a kezembe, újság újra összeállt, és én folytattam a műsort. Most a műsor további részében én nagyon sokszor elmosolyodtam, majdnem elnevettem magamat, mert arra gondoltam, hogy ha hazajövök, és majd ezt néhány sör mellett a haverjaimnak elmesélem, akkor hogy fogunk ezen röhögni? És gyakorlatilag, ha belegondoltok, amikor ott fekszel a színpadon, nincs sok időt, főleg én nagyon precízen dolgozok zenére, nagyon gyorsan el kellett dönteni, hogy mi fog történni. Abban a néhány másodpercben én arra gondoltam, hogy az emberek nem azért jöttek ide, hogy azt lássák, hogy én hibázok, és aztán lesétálok a színpadról, hanem többek között azért jöttek, hogy megnézzenek egy világbajnok műsorszámot. És pont ezért döntöttem úgy, hogy befejezem a műsort, és a műsor végén olyan vastapsot kaptam, mint addig szinte soha. És én nem mondom, hogy megérte hanyat vágódni a színpadon aznap, de iszonyatosan megérte felállni.
nagyon sokan azt is megkérdezik tőlem, hogy a világbajnokságra hogy készül fel valaki. A VB a bűvészeknél nálunk minden 3 évben kerül megrendezésre. Ez olyas, mint a sportolóknál az olimpia, csak nálunk nem minden 4, hanem minden 3 évben van a világbajnokság. Egy világbajnokságon való megjelenés iszonyatosan sokat kivesz az emberből, tehát ezt alig tudom szavakba önteni igazából nektek, hogy mennyire stresszes volt nekem ez az egy hét. Életem legszebb és legszörnyűbb egy hete volt. A felkészülésem 2 részből állt, a szakmai felkészülés és a lelki felkészülés. Én 6 hónappal már a VB előtt napi 6-7 órát gyakoroltam, folyamatos műsorokat adtam itthon és külföldön, hogy ne csak otthon a tükörben magamat szórakoztassam, de ugye élő közönség előtt is gyakoroljak. Én akkor még egyetemre jártam, ott is halasztottam, hogy minden erőmet, energiámat a felkészülésre tudjam összpontosítani. Ez volt az egyik része, de ott volt a lelki része, és ez szerintem sokkal fontosabb volt. Na most én akkoriban nagyon sokat jártam úszni, nagyon szeretek úszni. Az úszás engem kikapcsol, és ahogy húzom a hosszokat, így mélyen a gondolataimba tudok merülni, és olyan dolgokat tudok végigzongorázni, amire könnyen lehet, hogy a hétköznapi életben, a ugye pergős hétköznapi életben nem lenne lehetőségem. A probléma az volt, hogy én nem tudtam elképzelni, hogy én világbajnok leszek. És azt pontosan tudtam, hogy ameddig nem tudom elképzelni, hogy az leszek, addig nem is leszek az. És épp ezért minden egyes alkalom, amikor így húztam a hosszokat, akkor azt mondogattam magammal egyébként angolul, és most ne nevessetek ki, hogy I am the new world champion of magic. I am the new world champion of magic. És amikor 3 hossz volt hátra, akkor a 3. helyér úsztam, mikor 2 a másodikért, és amikor az utolsó hosszt is leúsztam, akkor megvolt az 1. hely is. És ez most lehet, hogy nektek viccesen hangzik, de szerintem ennek iszonyatosan fontos szerepe volt abban, hogy én fel tudjak készülni egy ilyen nagy volumenű dologra. Mert ott a medencében én átadtam magamat egy olyan szenáriónak, egy olyan fantasztikus dolognak, hogy egy világbajnoksági fődíj megtörténhet akár velem is. Ahogy az előbb mondtam, szerintem nagyon sokan ott hibázzák el a dolgot, hogy erős gondolatok kell ahhoz, hogy gondolatok kellenek ahhoz, hogy valamit megalkossunk, és hogyha ezeket már fejben elvetjük, akkor hát egyébként se történnek meg ezek a dolgok. Ahogy mondtam nekem, a bűvészet az a hobbim, a szakmám, az életem, tényleg mindenem, de hogyha megkérdezik, hogy mi a hobbim, én azt szoktam mondani, hogy a zene és a filmezés. Én pici korom óta zenélek, én zenész családból vagyok egyébként, nálunk mindenki zenél valamilyen hangszeren. Én is évekig tanultam zongorázni, gitározni, dobolni. Tényleg, ahogy a zene átjárja az életemet, ugyanúgy járja át a bűvészetemet is. Egyébként a világbajnoki műsorszámomnak is egy részét én magam írtam meg, már úgy értem hozzá a zenét. A másik az a filmezés. Én pici gyerekkorom óta nagyon-nagyon szeretem a filmezést, és minden, ami ezzel kapcsolatos. Legyen az operatóri munka, vágás, hangosítás, világosítás, tényleg mindent. Most én minden, amivel az életemben elkezdtem valaha foglalkozni, azt én mindig úgy éreztem, hogy így összekapcsolódik, hogy segíti egymást, hogy egy irányba mutat. És azt mondják, hogy a bűvész hangszere egy csomagkártya. Hát én elgondolkoztam azon, hogy ha lehetne csinálni egy csomagkártyával zenét, akkor az milyen lenne. Úgyhogy szeretnék mutatni nektek egy kis videórészletet. Én erre jutottam. Itt a hangmérnök úr elment, nem tudom, van hangunk így a videóra? Szuper, akkor lépek egyel tovább. Köszi szépen. Nem gondoltam, hogy ez ekkora vásznakon fog majd egyszer így menni. Az itt látható hangmintákat én vettem fel, én kevertem össze, ugye többen felvettük az anyagot, aztán én fényeltem, meg én vágtam össze. És ez a film, hát néhány nap alatt Facebookon ilyen 4000-en megosztották, azóta több 100000-en megnézték, és nem kellett több mint egy hét, és ez a kis film kint volt a világ
legnagyobb kártyagyárának website nyitó oldalán. És ez csak egyetlen egy példa arra, hogy szerintem tényleg minden mindennel összefügg. Végeztem egy kis felmérést a bűvészetet, illetve a bűvészeket illetően, és a researchomet ilyen adatokba foglalva néhány grafikonba szeretném ábrázolni. Két ilyen grafikont hoztam nektek ma, amit szeretnék veletek megosztani. Jó? Az első grafikon azt mutatja meg, hogy hány trükköt lehet bemutatni egy közönségnek, ahhoz képest, hogy a közönség milyen részeg. Jól látható, hogy egy józan közönségen nagyon egyszerű a dolgunk, mert nagyon sok trükköt hajlandóak megnézni, és egy kis alkohol még segít is. De aztán így elszabadul a pokol, és láthatjátok, hogy a grafikon negatív értékeket is felvesz. Ez akkor van már, amikor annyira részeg a csávó, hogy ő jön hozzám, hogy hé te, add már ide a kártyádat, mutatok neked egy trükköt. A másik grafikonhoz fontos elmondani, hogy nekem mindig azt mondják, hogy hú, te a bűvészkedéssel milyen jól lehet csajozni. Hát, nem mondom, hogy nincs így, de azért picit mélyebben belástam magam a kérdésbe. És ez a grafikon azt mutatja meg, hogy hány trükköt lehet bemutatni ismerkedés szempontjából egy csajszinak, ahhoz képest, hogy ő milyen jól néz ki. Tehát jól látszik, hogy egy ilyen nagyon szexi-szexi lányról van szó, egy bombázó, akkor egy trükk, egy dobásod van. Hú, ennyi. De minél rondább a lány, annál több trükköt hajlandó megnézni. Ha? Egészen amíg el nem jutunk a C pontig, ez a kritikus pont, ahonnan elvben lehetne több trükköt mutatni, de gyakorlatilag nem éri meg. Nekem iszonyatosan fontos az, hogy a bűvészetemben az természetes, hogy a bűvésztrükkökkel meglepjük az embereket, de hogy egy picit meg is nevettessem őket, mert ha ti nevettek, akkor az én kis lelkem is mosolyog, ezt szoktam mondani. A bűvészkedésnek ugyanúgy, mint valószínűleg a ti szakmátoknak is, megvannak a nehézségei. Nekem a legnehezebbet, az állatokkal való együttműködés jelenti, és itt ne a céges rendezvényeken megjelenő részek disznókra gondoljatok, hanem ugye az igazi állatokra. Tehát azt képzeld el, amikor így backstage bekészítesz 4-5 ilyen galambot így az akódba, hogy azt aztán megjelentesd, és miközben előadsz, az egyik galamb híg fosást kap. Tehát megnézném azt a Venice Oxy Action-t, ami ilyen helyzetben is kisegít téged. A másik, ami szörnyű, hogy tőlünk bűvészektől mindig mindenki trükköt akar látni. Bűvész, hogy mutasd már egy trükköt. Ez micsoda, építésznek sem mondod, hogy ide egy kettő emeletet, hogyha felhúznál le most azonnal. Komolyan, múltkor voltam egy buliban, és egy csávó odajött, azt mondja, hogy hello, hallom, hé, te bűvész vagy, mutasd már egy cselt. Cselt? Mi vagyok én, Ronaldo? De tényleg. Te mutattam neki egy cselt, így. Ő nem tudta, hogy miről volt szó, elment, én nagyon örültem. Nem könnyű a nézőkkel egyébként. Voltunk kint, ez tavaly márciusban volt Amerikában egy ilyen gálaműsor sorozat, és egy csajszit felhívtam a színpadra, ugye angol nyelvterület, mondom neki, hello, you are? Csaj azt mondja, hogy I am very, very nervous. Na de, a legnehezebb az a konferenciékkal való együttműködés. Persze, ma fantasztikus konferálásom volt, köszi szépen, de... Hát én már minden voltam. Tehát már voltam úgy bekonferálva, hogy következik a finn megasztár győztese. Voltam világhírű artista. Múltkor voltam egy rendezvényen, képzeljétek el, azt mondja a csávó, hogy következik Soma Papagésa. Számomra ez remek. Tavaly decemberben azt képzeljétek el, hogy céges karácsonyi buli, az ügyvezető igazgató felmegy a színpadra, azt mondja, kedves hölgyeim és uraim, barátaim, január 1-től komolyabb leépítések várhatóak, addig is szórakozzunk mindenki nagyon jól. Majd így lefelé így vállon verekedett, és azt mondta, hogy varázsold el őket. Mondtam, hogy szerintem már megvolt a meglepetés ma estére, de nem azért mondom. De a legparább, ami életemben történt velem, az a budapesti rendőrségnek az éves báján volt, ahol a kisasszony fellébent a színpadra, és azt mondta, hogy hölgyeim és uraim, következik Soma, a bohóc. És én így megsemmisülve álltam a kis kellékeim a színpad mellett. Aztán felmentem, meséltem egy-két rendőrviccet, és akkor így pariban voltunk, úgyhogy így nem volt semmi probléma. Na és ez csak oda is eljutott a vicc, jól van akkor. És ezt mind azért akartam elmesélni, és szerintem nehézségek mindig is adódtak, és mindig is adódni fognak az életünkben. Én szerintem a nehézségeket magukat nem a nehézség határozza meg, hanem azt, hogy ezekhez hogy állunk hozzá, mert lehet, hogy egyik nap valami nagyon szar dolog történik velünk a színpadon, amivel másnap egy egész közönséget meg tudunk nevettetni. Szeretnék nektek mutatni egy trükköt, vagy inkább érdekességet egy ceruzával. Tehát itt elég sokan vagyunk, úgyhogy egy ilyen speciális ceruzát hoztam magammal. Egy nagy ceruza, hogy így mindenki lássa. Hátul is látjátok, ugye?
Szuper, jó, igen. Na, hogyha így megfogom a ceruzát bal kézben, hogy mindenki lássa, másik kézzel elkezdem dörzsölni a csuklom, kinyitom az ujjaimat, a ceruza így megáll a levegőben. Na most ezt így kell csinálni. Nem kell nevetgélni, úgy is tudom, hogy holnap reggel mindenki evel fogja szórakoztatni a kollégákat a munkahelyen. Na most szeretném nektek elmondani a bűvészet legnagyobb titkát. Szeretném megosztani veletek azt, hogy miért nem jönnek rá az emberek a bűvésztrükkök megoldására. Ennek ez egész egyszerűen az oka, hogy a bűvésztrükkök megoldása túl egyszerű, hogy arra ugye rájöjjenek. Tehát jelen esetben ugye megfogtam a ceruzát, elkezdtem dörzsölni a kezem, és amikor kinyitottam az ujjaim, akkor szerintem a legkevesebben gondoltak arra, hogy én ott a mutató ujjammal fogom. Részben. De részben én úgy gondolom, hogy az emberek szeretnek hinni a csodákban, és ti is valahol szerettétek volna elhinni, hogy ez a ceruza megáll a kezem mögött ugye a levegőben. Most én vagyok az az ember, aki nap mint nap próbálom bebizonyítani, vagy próbálok embereket meggyőzni olyan dolgokról, amiről mindketten tudjuk, hogy nem lehetségesek. Én vagyok az az ember, aki nap mint nap próbálom megteremteni a csoda illúzióját. És én vagyok az az ember, aki elvileg pontosan tudom, hogy mindennek van logikus magyarázata, és mégis én vagyok az az ember, aki szentül hiszek a csodákban. És itt ne repülő emberekről, vagy beszélő kutyákra gondoljatok, hanem igazi hétköznapi csodákra gondoljatok. Azért, mert én, hogyha mindössze 24 évesen ki tudtam menni Pekingbe, úgyhogy előtte szinte senki nem ismert, és meg tudtam nyerni a bűvészek világbajnokságát, akkor csodák már pedig kell, hogy létezzenek. Semmi se lehetetlen. És ezt nem azért mondom, mert bűvész vagyok, hanem azért, mert hiszek önmagamban. Köszönöm szépen a figyelmet. Van-e kérdésetek rólam bűvészkedésről? Nem tudom megmondani, hogy hogy csinálom, de ugye egyébként bármi más. Hogy máshogy csinálja? Hát azt sem tudom sajnos megmondani. Tényleg kérdezzetek, mert most itt a lehetőség. Csak itt, csak most, csak nektek. Aha. Igen. Mindig van valami, tehát olyan nincs, hogy nincs semmi. Nekem egy füzetem van, abba írom az összes kis ötletemet, és attól rettegek, hogy el ne veszítsem egyszer azt a füzetet igazából. Jelenleg én nagyon sokat kártyabűvészkedek például, és jelenleg egy ilyen social médiás kártyacsomagon dolgozunk, ilyen social médiás dolgokat ültettünk át a kártyabűvészetre, megpróbálva modernizálni azt. Ez picit az ilyen close-up bűvészet területén. Színházban pedig hát remélem, hogy évvégére meg tudjuk csinálni, előadást szeretnék összerakni, amiben egy vonós négyes adja élőben az egész zenei alapot egy ilyen egész estén keresztül. Úgyhogy ezek most a projektek, amiken így ötlök, gondolkozok. Van-e még kérdésetek? Igen. Hogyan ébredek rá új trükkökre? Hát ez egy ilyen érdekes dolog. Szerintem a kreativitás az olyan, mint a fekvőtámasz, így nyomni kell, és akkor így lesz eredménye, hogyha így sokat gyakorolod. Ez olyan, mint egy izom. Tehát, hogy így, ha foglalkozol vele, akkor így egyre jobban fog menni. Én három alkalommal vagyok legkreatívabb, csak kinek kerüljön ez innen. A egyik az így lefekvés előtt, amikor már egy félálomban vagyok, a másik az felkérés után, amikor szintén félálomban vagyok, és a WC-n. Nem tudom miért, de ott jönnek a nagy ötletek, és ez gyakorlatilag úgy van, hogy így folyamatosan ezzel kerekezzel fekszek, és akkor így bevillannak a dolgok. És ez a rendje módja ennek. Aztán pedig lehet rajta dolgozni. A kreativitásról nagyon sokan azt hiszik, hogy a kreativitás az egy ilyen isteni adomány, és hogy az akinek van, akinek nincs. Hát ez nem így van. A kreativitás az szerintem kőkemény munka, azzal foglalkozni kell, és ha van egy ötlet, az úgy leismert a lefolyóba, hogyha nem foglalkozol utána vele, mert egy ötlet szerintem édeskevés, szerintem rengeteg embernek még annál is több ötlete van a világon. Itt igazából azon áll vagy bukik a dolog, hogy mennyire tudsz azzal aztán foglalkozni, amit kitaláltál. Kérdés? Na még egyet, hogy meglegyen a három magyar igazság. Valaki, tudom, hogy úgy is akartok kérdezni, általában szokott ez lenni, és most, ha most le kell menjek, így, hogy ezt mondtam, az tök ciki lesz. Bár nem vagyok mentalista, úgyhogy nincs kérdés? Jó, figyelj, én itt leszek egész este, hogyha
akartok, vagy nem mertek kérdezni, akkor nyugodtan gyertek oda, és nagyon szívesen beszélgetek, mutatok trükköt, hogyha arról van szó. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy majd még lesz lehetőségünk a jövőben találkozni. Sziasztok!